jövő évi országgyűlési választáson a feltételek szigorítása miatt várhatóan csak 3 listából lehet választani. A Fidesz és a Balliberális Szivárványkoalíció mellett harmadik útként a Mi Hazánk mozgalom kerül a szavazólapokra. Egyéni képviselőjelöltből valamivel több lesz, de a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen ellenzéki párt, mely mind a 106 választókerületben saját képviselőjelöltet fog állítani. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely népszavazást tartana az EU-tagságunkról. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik bevezetné a sorkatonai alapkiképzést. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely hazahozná a honvédjeinket Afganisztánból és Irakból. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyiknek nincs és nem is lesz oligarchája. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a milliárdos oligarchákra vagyonadót vet neki. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely hadat üzen a parkolási maffiának. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely hatályon kívül helyezné a trianoni diktátumról szóló törvényt. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely írni, olvasni, tudáshoz kötni a szavazati jogot, és a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely leállítaná a cigányügyi programok finanszírozását. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely szélesítené a fegyverviselési jogot, és a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely kivonná Magyarországot a Strasbourgi Bíróság joghatósága alól. Ezt a sort hosszasan sorolhatnánk még, akár olyan pontokkal is, amelyet a Facebook cenzúra tilt, így azok a programpontjai a Mi Hazánk mozgalomnak nem oszthatók meg ott, pedig a Mi Hazánk az egyetlen párt, amelyik szerint létezik cigánybűnözés. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely az oktatásban szegregálna is, és egyetlen pártként bevezetnénk a szibériai bérraptartást. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely visszaállítaná a halálbüntetést is, és a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely tűzparancsot adna a honvédeknek az erőszakos határsértőkkel szemben. És emellett szomorú közelgő aktualitás, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely betiltaná az LMBTQP felvonulásokat. Hölgyeim és uraim, Pest megye első választókerületéhez jó magam is kötődöm, hiszen Törökbálinton nőttem fel, édesanyám a mai napig ott dolgozik, 45 éve köztiszteletben álló gyermekorvos itt a választókerületben, és 50 éve dolgozik doktorként. Öcsém is immár gyermekorvosként dolgozik és él Törökbálinton. De nem csak én kötődöm ehhez a választókerülethez, nem csak nekem szívügyem, sokkal inkább, még nálam is sokkal jobban szívügye ez a Mi Hazánk mozgalom helyi képviselő jelöltjének, Csott Károly érdi lokálpatriótának, aki már középiskoláját is Érden végezte, most is itt él családjával. Az elmúlt évtizedekben kellő tapasztalatot, nagy gyakorlatot szerzett értékesítésre és vezetői vonalon egyaránt. Ezért is figyeltünk fel rá, és ezért kértük fel képviselőjelöltnek többek közt, hiszen egy 500 fős országos kereskedelmi hálózat létrehozását követően értékesítési vezetőként dolgozott. Rendkívül kreatív, szorgalmas, határozott, dinamikus személyiségnek ismertük meg, ami alapján jó szívvel ajánljuk a Pest megye első választókerületének lakói számára, képviselőnek is immár. Versenyszerűen terepkerékpározott, most viszont egy másfajta megmérettetés vár rá, de ugyanilyen sportszerűen tisztességes kampánnyal készülünk, program alapú kampánnyal erre a megmérettetésre, melyek kapcsolatban akkor megkérem immár bejelentett helyi képviselőjelöltünket, hogy mondjon néhány szót magáról és a programjáról. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok, hát akkor térjünk át a helyi témákra, és hogy hogyan kerültem én képbe igazából. A magyarság és a magyarság szeretetem és a nemzeti öntudatom vezetett arra, hogy a Mi Hazánkhoz csatlakozzak.
a felmerülő, időközben felmerülő, az elmúlt évtizedekben megjelenő politikai nézeteltérések mindeddig a háttérbe szorítottak, de innentől kezdve pedig szeretnék szerepvállalásként tekinteni arra, hogy megjelennek a közvélemény előtt, és igazából az érdés törzségét szeretném minél inkább képviselni azon ügyekben, amiről most néhány szót mondanék el. Az első és legfontosabb, ugye két nagyon fontos témája van érnek az elmúlt évtizedekből, az például az egyik a csatornázással kapcsolatos, amivel a bal liberális oldal egyaránt a Fidesz-szel meccsel azért, hogy hogyan tudják megvalósítani azokat az ígéreteket, amiket kínáltak a választóik számára és az itt élő lakosság számára. A másik pedig ugye elsősorban az a fajta járda és úthiány, amiről az egész ország tud és beszél, hogy Érden egy megyejogú városban hogy létezhet az, hogy nincsenek utak és járdák. Márpedig ugye, ha tudjuk azt, hogy az út sokszor, a jó minőségű út sokszor életet ment, hiszen nem mindegy, hogy időben érkezik egy baleset helyszínére a mentőautó, vagy egy szívinfarktushoz, és ez miatt gyakorlatilag elhalálozások történnek, akkor igenis fontos, kiemelten fontos az, hogy ezt megoldjuk. Mindeddig próbálkozások voltak, de hatékony megoldás gyors ütemben még nem történt. Ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Mindahogy foglalkoznunk kell azzal is, hogy lehet az, hogy a 21. században, 2020-ban egy érdi sákúton bandaháború zajlik. És ezeknek a felszámolását a helyi gócok megszüntetésével mindenképpen a közbiztonságot növelni kell, hiszen Érd és a térsége egy robbanásszerű lakosság növekedéssel bír. Több mint 150 ezer fő lakik a térségben. Ebből kifolyólag joggal vágynak arra, hogy biztonságban tudják saját magukat és családjukat. Ez mellett nagyon fontos az, hogy ha már ekkora lakosságról beszélünk, akkor méltatnunk kell azt is, hogy szükségünk lenne egy kórházra, hiszen minden egyes ilyen beteg, aki innen járó betegként Budapestre kell, hogy járjon, időpontokat kell, hogy egyeztessen, vagy éppen egy baleset helyszínéről Pestre kell, hogy szállítsák, ez problémát okoz a lakosságnak. Tehát megyejogú városként szüksége van ennek a városnak és ennek a térségnek egy saját kórházra. Továbbá decentralizált bevásárlási lehetőségekre épp úgy szükségünk lenne, hiszen egyes városrészek el vannak zárva a külvilágtól, vagy nem közelíthető meg tömegközlekedéssel a részükre a bevásárlási lehetőség, vagy pedig nagyon messzire kell utazniuk ahhoz, hogy bevásárolni tudjanak. Ez nem, a 21. században ez megint nem lehet elfogadható a részünkről. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan témát tudnánk még felsorolni, amivel foglalkoznunk kell, és amivel nem nagyon foglalkozik a helyi megbízott vezetés. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező években is, és a Mi Hazánkkal együtt, vezetésével együtt közösen gyakorlatilag tenni szeretnénk azért, hogy ez a város és ennek a város által képviselt környező települések, Sóskút, Diósd, Törökbálint, Pusztazámor, Tárnok gyakorlatilag fellendülésbe kezdjen, és azt a 20-30 éves lemaradást, amivel egy alvó álmos is települések vannak, azokat felül tudjuk írni. Hiszen itt élünk, ez nekünk fontos, mivel nekünk ez a mi hazánk. Köszönöm szépen!